Continental Premium abroncsok német technológiával. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Nem kis sebességgel. Felmegy a járdára. Igen. Utána a járda szigetre. A táltos kisáruszállító című jelenet. Gyorsan megy, és utána... Pont vált, de... Igen, tehát egy zöldre váltott éppen a lámpa, de hát... Ugye ott van egy jobbra kanyarodó sáv, és akkor ott járdán le járdára föl gyakorlatilag. Az igen. És úgy vág be az induló sor elé. Én azt gondolom, hogy ez már nem szabálysértési kategória, hanem tehát a közúti veszélyeztetés, én azt gondolom, legalább a gyanúja fennáll. Nem tartom kizártnak, hogy a gépkocsi vezetője valaminek a hatása alatt volt, mert szerintem ilyen tépeszű ember nem csinál. Nehéz, mert ennyi idő után, ugye már mikor a felvétel a birtokunkba kerül, és elemezzük és előkerítjük, onnantól kezdve nem lehet bizonyítani. Senki sem fogja azt mondani, hogy egyébként a részeg volt, igen. Lehet, hogy valami akció volt, meglátta a hosszú sorokat, ami ilyenek vannak, van, te jobban tudod ezek. Nem vásárlási napok, ne menjünk bele. Igen, meglátta kígyózó sort, és azt mondta, hogy anyukám, én ezt nem várom. Inkább megyek a forgalommal szembe, és menekülök. De hogyha akció van, akkor arra ráugrasz? Nem, már nem. De volt olyan korszakon? Ja, persze, minden ünnep van ilyen. Jó van. Ezt ennyiért itt hagyni? Hát ugye? Hányszor hallgattam végig. Ott van egy tábla. De mázlia volt. Észre vette. Hát nem is akarta. Nincs eléggé felfestve, meg a tábla is elég kicsi. Észre vette, hogy ott egy stop tábla van. És az a szerencséje, hogy az autó kanyarodik. Ha nem kanyarodik, akkor ott csatt. Megy a lassú kamion, és akkor küzd mellette a másik, de esélye nincs, arra szolgált, és bocsánat, de ez... Igazad van, nincs bocsánat. Annak a kamionnak semmi köze, ott előzni tilos van az autópályán, tergépen mutatnak. Valaki úgy gondolta, hogy ezt megoldja. Forgalom elől elzárt el. Így van, járosával, stb. Na, most ami itt következik, ugye az is problémás, mert ugye egy több tonnás jármű szerelvény elébe halad, és fékez előtte, ugye? Ezzel megint mit kockáztat? Hát a saját életét leginkább, mert az és az összes többi járművet. Igen. Ugye azért látszik, hogy azért előteresen fékez, mert így oldalra is kimozdul a járműszerelvény, és akkor utána a másik autó vezetője is felbáltozik, és egy nemzetközi jelzéssel kimutatja nem tetszését. Nem lehet ilyet csinálni, oké, de én azt mondom erre, hogy amikor a rettentő lassú kamion előzi a másik rettentő lassú kamiont, az tényleg agyhalál. Rendben van, ebben igazad van. Ideig egyetértünk, egyébként erre a rendőrség ellenőrzéseket is szervez, akár a levegőből, drónnal, számtalan ilyen tehergépelmű vezetővel szemben intézkedtünk. De melyik a nagyobb balesetveszély? Hát ez. Mit ezt kell vizsgálni? Tehát itt nem ez a megoldás. Az irány az tökéletes, valami az autóval van. Ismerem őket egyébként, Kis János jegyző és kedves felesége, ők így közlekednek. Igen? Igen. Nincs is addig gond, amíg mondjuk egy 5-10 méter beáll a parkolóba, vagy nem tudom. De itt azért folyamatosan hátra menet behalad. Azt írta az a személy, aki beküldte, hogy kilométerenken keresztül közlekedett így az autóval. Hát én még nem láttam ilyet a rendőri pályafutásom alatt. Nem mutattak neki. Nem, tegnap kezdtem, én még ilyet nem láttam. Ez egy hagyományőrző kozáktáncos, és táncolni hívja az autó vezetőjét, aki szintén hagyományőrző. Győzködik. Megölelgetik egymást. Megölelkeznek, igen. Ez a koreográfia, ez nem balhé. Minek veszekedni, ha lehet verekedni, mottóval. És ezt látjuk, ugye? Hány ember látja ott, aki elhalad, meg még utána, aki megnézte a videót. Hát én nagyon elszégyelném magamat a helyükben. Köműves dekoltás előugrott. A jog szempontjából... Karázdaság. Igen? A verekedés. A buszába halad, ugye? Tehát onnan megy be elé, megállítja. Következő mi lesz? Pegybert rántanak? Vagy mi lesz a következő? Hát én láttam olyan videót közösségi oldalon, persze. Ahol keleten, tőlünk keletre az irányjelző, az úgy néz ki, hogy 9 mm-es Beretta. Hát reméljük odáig nem fogunk eljutni. Jövünk legközelebb. A rovat támogatója a Car Guarantee.
Garancia új és használt autóra egyaránt.